Régóta húzódó probléma oldódott meg a Maroshegyi óvodában. A korábbi években sokszor okozott gondot egy-egy esős nap, ilyenkor rendszerint beázott az épület, ami számos kellemetlenséget jelentett az intézmény életében. A város támogatásának köszönhetően ez a probléma most megoldódott, de más korszerűsítést is el tudtak végezni a szakemberek. Nagy szükség volt rá, mert már egy pár éve eleinte kevésbé, aztán egyre jobban beázott a tető, és ez gondot okozott. És most nagyon örülünk, hogy ez teljes mértékben megszűnt, és a tetőfelújítással egy időben szinte párhuzamosan zajlott belül az álmenyezet teljes cseréje, illetve a világítás korszerűsítése. Az óvoda fontos intézménye Maroshegynek. Brájer Éva önkormányzati képviselő szerint ez az a város része, ami az elmúlt időszakban a legnagyobb változáson esett át. Több száz család költözött a harmatos völgybe, akik gyermekeinek egy része ide jár. Ezért is volt szükséges pár évvel ezelőtt a bővítés, ezért is vagyunk ma teltházasak, ezért is építettünk Maroshegyen bölcsödét, és ezért fontos az, hogy végre most már a tető rendben van, hiszen nyilván az elmúlt években azért történtek felújítások az óvodán belül, kívül-belül is, de évek óta az volt a nagy problémánk, hogy a tetőnk nem volt rendben, úgyhogy most ez is rendben van. A város 415 millió forintot fordított saját forrásból az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására. 7 óvodában, 2 bölcsödében és 2 szociális intézményben korszerűsítettek. A Maroshegyi óvodában 120 millió forint értékben végeztek el munkálatokat. Ez teljesen saját forrásból valósult meg, tehát a helyi közösség erejét mutatja, és itt is szeretnék köszönetet mondani a fejvári vállalkozásoknak és az ott dolgozó munkavállalóknak, hiszen az ő munkájuk eredménye az a helyi adó, amiből a bevétel terhére ezeket a fejlesztéseket meg tudtuk valósítani. De itt vagyunk ugye a Maroshegyi óviba, itt történt nem olyan régen új épület szárnyépítése, történt mondjuk napelemmel történő ellátása az épületnek, ami például Európai Uniós forrásból került ide felhelyezésre. Az óvodában 10 csoportban jelenleg 272 kisgyermeket tudnak elhelyezni. Az intézmény teljes kapacitással működik.